Én egy kicsit más oldalról fogom most megközelíteni a dolgokat, és nem csak a könyvről, mert tulajdonképpen szeretnék beszámolni arról, hogy Hugyec László szülőföldjén hogy becsüljük meg az ő emlékét, és mikor kezdtünk foglalkozni vele, és hogyan foglalkozunk vele. Egy nagyon csodálatos dolog, hogy tulajdonképpen Hugyec Lászlónak nincs semmilyen épület ez mai Szlovákia területén, viszont az a gyönyörű nagy ív, ami az életét és a munkáját jelenti, az Beszercebányán kezdődött és ott is végződött be, ami egy nagyon valóban csodálatos dolog, nem is annyira a kezdete, mint a vége, mert bár a család már 1920 óta nem él ott, de a László 5 testvéréből vele együtt 5-en nyugszanak a családi kriptába. Ez egy olyan kötelezettség a számunkra, hogy ez az ő nagy szülőföld szeretetét tudjuk most viszonozni. A beszercebányaiak tulajdonképpen valamit tudtak róla a 60-as években is, csak annyira el voltak zárva az információk, sőt akkor Kínában sem volt ismert Hugyec László neve, hogy tulajdonképpen mi is a 2008-as Hugyec évvel kezdtük megadni az, ami neki jár, szintén már kiállítással és konferenciával Beszercebányán. És úgy alakult ki a dolog, és én is úgy látom, hogy tulajdonképpen van néhány központ, ahol ápoljuk a Hugyec kultuszt, hogy úgy mondjam, az egyik Budapest, a másik Shanghai, a harmadik Beszercebánya, és részben a Pozsonyi Építész Szövetség. Ja, már megint. Igen. Megalapítottunk egy non-profit szervezetet, a Hugyec Építész Központját, centrumát, ez a jelünk. Az egész dolog olyan természetesen úgy fejlődött, hogy mi főleg az otthoni dolgoknak szenteljük a figyelmünket, és ott is kutatunk, bár ott nincsenek épületek, de nagyon érdekesek a családi gyökerek, az édesapjának, Hugyec Györgynek a munkássága a városban, és nagyon sok érdekes dologra lehet rábukkanni. Például ez a ház, amit most látunk, ezt sikerült kikutatni, hogy itt született ebben a házban Hugyec László, tehát nem abban a családi házban, amit mindent általában látni szoktak. Ennek már van egy emléktáblája, amit még egy évvel a jubileumi év előtt tettünk föl. A jubileumi évben 3 fő eseményünk volt. A születésének az évfordulója január 8-a, amikor a sírjánál találkoztunk, mind ezekből a központokból, amit említettem, Shanghajon kívül, a magyarországi építészek, a szlovákiai építészszövetség, a Beszercebány városa, és a többi kulturális érdekelt személy Beszercén. Ez a maga a sírkő, a közepe a síremléknek, ahol jól látható a család gyökereinek a kezdete, a Michal Hugyeccel, és aztán a család felívelése, mikor tulajdonképpen
Na, tovább. Nem érünk oda. Bocsánatot kérek. Az új kutatások alapján tulajdonképpen az egész Hugyec család egy 300 éves Molnár dinasztiának a leszármazottja, akik Zólyom és Veszprémben közötti falvakban voltak Molnár szakemberek. Tudjuk, hogy a molnárok az építészeti dolgokkal is foglalkoztak, és tudták őket. Később az édesapja a Wünsch cégnek volt az alkalmazottja, és építészeti vállalatot alapított Veszprémben. A könyvbe be akartuk mutatni az ő munkásságát is, és bebizonyítani azt is, hogy tulajdonképpen nem csak a főiskolán és nem csak a utazásaival sajátította el a történelmi formanyelvet, hanem már magában a szülővárosában. Hát, én nem tudom, mi van ezzel. Rosszul csinálom. Igen. Akik ott voltunk a sírnál, tartottunk egy közös tanácskozást is, utána nyitottunk egy kiállítást, hogy ez életművéből, de nem magunk csináltuk, hanem a sankhai levéltárosok hagyták ott nálunk, és már elkezdtünk dolgozni a könyven. Az volt tulajdonképpen a legjelentősebb hozzájárulásunk ehhez a jubileumi évhez. Ez ábrázolja egyrészt a környezetet, ahol hogy ez László a fiatalságát eltöltötte, Veszprémbánya történelmi központját. Jöjjön, kedves! Igen. Ez a Veszprémbányának is olyan zárt várterülete van, mint az egyes erdélyi városoknak, ez a belső területesség. Nos, itt van a térkép, ami bemutatja, hogy hol élt ez a Hugyec dinasztia, a Molnárok. Ez benne van a könyvben, ez a térkép. Ezek már azok az épületek, amiket Hugyec György nem mint tervező, de mint építész épített, mint a Wünsch cégnek az alkalmazottja. Ez egy új utca, amit akkor nyitottak, és amelyen tulajdonképpen szinte minden épületet, hogy ez György épített föl. Ezt most átfuthatjuk. Ez egy csendőr laktanya volt tulajdonképpen, amit eredetileg villának épített, hogy ez György, de aztán ezt bérbe adta. Ez a mai állapota. Ez az a Magyar Királyi Erdész Igazgatóság, a főtérrel mehetünk. Ez a déli homlokzata. Ez a Királyi Bíróság, a mai napig mint Szédria néven említik. A könyvbe tettünk egy ilyen térképet, amely ábrázolja mindazokat az épületeket, amit egyrészt az édesapa épített, és egyrészt ahol laktak, hol járt iskolába, a szülői házat, a temetői helyet. Ez a szülői háznak a mai állapota nagyon hasonlít ahhoz a csendőrlaktanyához, tulajdonképpen 3 éven belül épült ez a két ház. Ez az egyetlen épület, ami nálunk létezik, a Vihnyei kápolna.
és itt már a búcsúzás képénél vagyunk tulajdonképpen 1914-ben, mint önkéntes bevonult Ugyesz László a híres 16. beszédszebányai gyalogezredbe, és aztán már tartósabb tartózkodáshoz soha nem tért vissza. Mehetünk. Itt mivel, hogy eddig a saját kutatásunkat tudtuk belevinni a könyvbe, és aztán iparkodtunk bemutatni legalább, persze, hogy többet, mint amit én most ide bemutatok, a sankhályi építményekről, hogy bebizonyítsuk tényleg fontosságát és építészeti kvalitásait. Ez a Moore templom, itt van a parkhotel. Ott én egy kicsit más végeredményre jutottam, mint ön, ami az alapozást illeti. Ha majd lesz ön kedves elolvasni a könyvbe, akkor máshogy magyarázom az összefüggéseket. Ezt szintén ismerjük, ez a Grand Theaternek a belső halja, és szintén ez azért érdekes ez a fénykép, mert Anna és Ellen Hugyecéktől kaptuk őket a könyvbe, akik Hugyec unokái és Kanadában élnek. Tessék! Ez is része a könyvnek, ahol iparkodunk bemutatni, hogy ez az új ökológiai park, amelyet még azt hiszem, hogy még építenek, vagy már befejezték Sankhajba. Ahol a Union Brewery-nek a részletei állnak, hogy tulajdonképpen hogy tudták felhasználni és megmenteni 2002-ben egyes részleteinek a nagyon jó nevű, jó minőségű funkcionalista építészetnek. Ez is egy ilyen részlet. A jubileumi évben kaptunk egy nagyon érdekes látogatást, mégpedig a sankhai újságírók és fényképészeket, ahol a záró látogatáson a polgármesternél a Xinmin Evening News egyik főszerkesztője, Huang Weiming azt az érdekes kijelentést tette, hogy tulajdonképpen azt ajánlaná, ha Beszédszebánya a turista forgalmának a fő személyévé avatná Hugyesz Lászlót, és azzal, hogy képzeljék el, hogy ha a csankhajaknak csak az 5%-a eljönne megnézni Beszédszebányát, nehéz elképzelni. De ezt a gondolatot azért szeretném még egy kicsit bővíteni, hogy valóban nagyon érdemes és érdekes lenne azon gondolkodni, hogy ebből egy kulturális turizmust szervezni különböző összeköttetésekkel, mert ezek a sankhai tényleg művelt emberek el voltak ragadtatva attól, hogy ilyen állapotban látták azokat az épületeket, amik tulajdonképpen több mint 100 éve építettek ott, és amelyeken tulajdonképpen Hugyesz László is elnyerte az ő mesterségbeli tudását, mert ő mielőtt ugye egyetemre ment, már kitanult ácsmester, kőművesmester és szobrász volt, szóval kőfaragó. És ez aztán azzal is összefügg, hogyha sikerül ilyen kapcsolatokat kiépíteni Kínával, hogy ennek a kulturális turizmusnak nagyon fontos szerepe lehetne, és minden esetre azt mondanám, hogy ha sikert szeretnénk elérni a kínaiaknál, vagy hogy ők jöjjenek, vagy mi menjünk, viselkedjünk úgy, mint Hugyesz László viselkedett. Mert nyitott volt, becsületes volt, nem viselkedett, mint egy neokolonista,
együttműködött, dolgozott műtermében, mindig több tíz kínai építész is dolgozott, tehát az együttműködés embere volt. És ahogy az egyik barátja, a tokiói Raimund, szintén európai építész, jellemezte, hogy ő volt a fedhetetlen építész. Még befejezném most már csak az utolsó, ez a könyvünknek a borítója. Háromnyelvű, szlovák, magyar, angol, és ezek a, vannak benne új és érdekes dolgok is, mert iparkot úgy megszerkeszteni, hogy ne csak már ismert dolgok legyenek benne, hanem valami érdekes is a szakembereknek. Még a legvégét. Itt, ja, még azt is szerettem volna megmondani, hogy a pozsonyi szlovákiai építészek társasága alapított egy Hudgesdíjat, és itt a könyv keresztelőjén az első olyan építésznek írom alá a könyvet, aki megkapta ezt a díjat, Peter Lizony, aki azelőtt egy Knoxville-i egyetemen tanított, most Floridában, Venice-ben él. Mehetünk tovább. Mivel hogy a könyv nyomtatását támogatta a magyar a nagykövetség is, a pozsonyi nagykövetség, alkalmat adtunk, hogy a Balassi Intézet rendezésében szintén egy könyvvásáron tartsunk bemutatót. Ez a tulajdonképpen az utolsó esemény, egyrészt könyvkeresztelő, és másrészt a halálának az 55. évfordulója a Beszvecei Városházának a felső emeletén. Ott hegedű szólókkal ünnepeltük meg, hogy egyszer, mert tudva, hogy ő nagyon szerette a hegedűt, és ő maga is nagyon jól játszott rajta. Ez az utolsó kép, a búcsúzás az esti evangélikus temetőben, Hudgesdi Sírjánál. Köszönöm szépen a figyelmüket!